Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy csillagjóslás, ami nem más, mint egy napi horoszkóp, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. Én azért dolgozom az indiai asztrológiával, ezzel a számítással, mert ez pontosan az, ahogy az asztronómusok is ezt jelzik az ő naptárjukban, és én úgy gondolom, hogy ez a precíz számítás. Tehát ez a kép, ez a napi horoszkóp az indiai számítás szerint van. Mégpedig napkelténél. Mert ezzel indul a napunk, és itt a keleti határon, az első házban, vagy első életterületén az ikrek jegye van, mégpedig a nappal, napkelte természetesen, és Merkur bolygóval. Azon kívül itt található a felfele haladó holdcsomó, Ráhú, és az a sárkánynak a feje utal kármikus témákra. Itt beszédekről van szó, azon kívül ezekkel a kármikus témákkal áll összefüggésben, és itt az első házban, itt az első életterületen, ami külsőnkről van szó, ami fellépésünkről, ami kisugárzásunkról, azon kívül kihat a mi személyiségünkre. Itt vannak változások, ezt mutatja ez a holdcsomó, és vannak beszélgetések, kommunikáción. Arra kell, hogy ügyeljünk, hogy a levegő elemében maradjunk, ez utal a könnyűségekre, és ezt mutatja itt az ikrek jegye. A második életház az a vagyoni dolgokra utal, a pénzügyi helyzetre, de nem csak a pénzre, hanem a belső értékekre is. Itt található Vesta istennő, és ő uralkodik a tűz eleme felett, és ez a belső tüzet jelenti. A szív melegségét, a lelkesedést, de a spirituális dolgokat is. Mivel itt pénzügyi dolgokról is van szó, az jelentheti, hogy spirituális úton kapunk pénzt, vagy utal a belső értékekre. A harmadik ház az az élet iskolája, nem csak az, hanem utal képzésre is, utal a rokonságra, a szomszédokra. Itt található a hold. A hold mutatja napi változásokat, és fontos, hogy oda tekintsünk. Az lehet egy kapcsolat a rokonsággal, vagy valamilyen iskola, az is lehet, hogy jön egy információ, vagy mi közlünk valakivel valamit. De ebben az életházban van az élet iskolája, ami gyakran minket megleckésztet, és itt be kell, hogy bizonyítsunk valamit. Figyeljünk oda az oroszlán jegyébe, és az azt közli velünk, hogy legyünk büszkék, és mi állunk most a középpontban. A következő életházakban nincs bolygó, az most nem olyan fontos. Ami viszont fontos, az a hetedik életház, itt van a nyilas jegye. Ez a hetedik életház, ez utal a párkapcsolatra. Itt található a mi földünk, a mi bolygónk, itt Gaia istennőt mutatom is a képet. Itt ez az istennő található, utal a természetre, a mi bolygónkra, a nyilas jegyében. Itt kell, hogy érezzük a biztonság érzetét, mégpedig a párkapcsolatban.
A lefele mozgó hold csomó is itt található, Kétu, és utal kármikus témákra, Kétunál a múltról van szó. Mindaz, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt jönnek ezek az emlékek, és kihat a párkapcsolatra. A nyilas jegyénél gyakran vannak ilyen külföldi kapcsolatok. A nyolcas életházat a halál szimbolizálja, ez természetesen lehet egy ilyen örökségi ügy is, de ez az életház, ez ilyen szimbolikus jelentése van ennek, mégpedig azt közli velünk, hogy mennyire fontos azokat a dolgokat befejezni, ami minket nyomaszt. És hogy legyen hely valami újra, ami bennünket lelkesít. Ebben a nyolcas életházban vannak más témák is, ilyen hivatalos dolgok, gyakran pénzügyi ügyek, azon kívül a testi kapcsolat. Itt található Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó, mind három visszatekintő, az egy kicsit lassítja a dolgokat, ha örökségi ügyről van szó, vagy pénzügyi dolgokról. Viszont ez a visszatekintő hatás mutatja a múltat, gyakran kármikus témákat. Ez a nyolcas életház kihat a változásokra, a megújulásokra. A kilences életházban van a vízöntő jegye és Neptun bolygó. Ez a kilences életház mutatja az utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez lehet egy belső út is. A vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, kell ez a könnyűség, de a kommunikáción is. Neptun bolygó mutatja az álmainkat. Neptun bolygó szemben áll a holddal, ez olyan, mint egy mérleg, az kell, hogy ma kiegyensúlyozzuk. Vannak álmaink, ez megvalósítható, de nem szabad, hogy a reális dolgokat elhagyjuk, és meneküljünk egy álomvilágba, hanem itt ez ki kell, hogy egyensúlyozzuk. A tízes életházban van a halak jegye és Mars bolygó. Ez a tízes életház mutatja a nyilvánosságot, de a hivatásunkat is. Mars bolygó mutat az erőre, itt be tudjuk most bizonyítani magunkat, hogy a középpontban vagyunk, és kapunk megbecsülést, de Mars bolygó lehet egy férfi is, egy kapcsolat, és ez mutat a nyilvánosságra és a munkahelyi körülményekre. A 11-es életházban van a Kos jegye, azon kívül Uranusz bolygó és Chiron. A 11-es életház mutatja a baráti kört, azon kívül az álmainkat, a vágyainkat, a reményeinket, és ebben kell, hogy higgyünk. A Kos energia mutatja, hogy új dolgok történnek. Uranusz bolygó azt jelzi, hogy lesznek ezen az életterületen változások. Ehhez jön Chiron, egy kis bolygó. Chiron, Szaturnusz bolygó és Uranusz bolygó között van, közvetít és gyógyít. De mutatja azt is, ami betegít bennünket, vagy testileg, vagy lelkileg. De van ez a gyógyító hatása is. Sokaknál azt fogja jelenteni itt a 11-es életházban ez a Chiron kis bolygó, hogy érdeklődnek egy bizonyos terület, az lehet egy spirituális vagy egy gyógyító terület, és itt lesznek barátságok. A 12-es életházban van a Bika jegye és Vénusz bolygó. A 12-es életház a titkokat jelenti, vagy egy titkos szerelmi kapcsolat,
vagy egy hölgy jön és elmondja az ő titkait. Ha nektek vannak titkaitok, akkor őrizzétek ezt meg. Azt mondtam, hogy a Hold és a Neptun bolygó kapcsolatban áll a mai napon, ez egy úgynevezett opozíción, mint egy tükörkép, vagy mint egy mérleg. Bele kell, hogy nézzünk a tükörbe, de ki kell mindent egyensúlyozni. Itt az érzelmekről és az álmainkról van szó. A nap a Vénusz bolygóval áll összeköttetésben, ez egy úgynevezett fél szextil, a nap és Vénusz, ezek mint úgy szomszédok, így a szomszédból jön segítség egy hölgy útján, vagy pedig közeledik valami a szerelmi élet területén, és a nap az megvilágosít valamit. Tehát láthatóak az események, annak ellenére, hogy Vénusz visszahúzódó. Ez utal arra is, hogy mi hölgyek legyünk most visszahúzódók. Azon kívül van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között a mai napon. Ez azt jelenti, hogy van erőnk valamit megvalósítani, vagy a férfiaknak vannak ilyen konkrét tervei. És ez volt a napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Köszönöm figyelmeteket! Viszont hallásra!